Kis szünettel, de megérkeztünk a július 30-ai 2-3-os országos bajnokság befejező összefoglaló videójához. Az U17, az U19, a junior és a felnőtt mind olyan korosztály, melyeknek 5-tusa országos bajnokságaik már rég lezajlottak, mondjuk az U17-esek is speciál pár nappal a 3-tusa előtt, világbajnokságaik pedig éppen folyamatban voltak, az U19-eseké teljesen egybeesett jelen székesfehérvári versenyünkkel. A kisebb korcsoportok országos bajnokságai mellett viszont hagyományszerűen megrendezésre került az idősebbek 3-tusa bajnoksága is, ezúttal egészen a Masters korosztály kiegészülve. Az U17-esek még kifejezetten teljes létszámban el is indultak. Nekik jó részt ezzel zárult a szezon, lement már mind az Európa, mind a világbajnokság, 28-án pedig az OB is, így aki még bírt a szuflával, újra rajtkőre állt. Az úszást Kis Csenge nyerte az OB-n remeklő Turbucivola előtt, harmadikként pedig Gyarmati Fanni csapott célba. Egyértelmű volt viszont, hogy az úszásban 22 és 25 másodperc hátrányt összeszedő Rancsák Diánával és Haraszin Lindával számolni kell majd a lézerrenon. Dia már a második lövészetről a vezető Csenge nyomában jött ki, őket a dobogóra zárkozó Krádóra követte. Ivola sem akart lemondani az éremről, mögötte viszont a már hatot előző Linda érkezett. Egy sorozattal később már Dia állt be elsőként lőni, mögötte pedig Csenge, Linda és Dóra lett a sorrend. Erről a lövészetről már Dia futhatott ki elsőként, de Linda már ezüstérmes pozícióban, alig 4 másodpercnyi szaladt utána, nyomában neki tartóan küzdő Csengével. Dóra további 6 másodperc lemaradással érkezett, felnézve pedig elhatározta, hogy ebből már pedig dobogó lesz. Ivola kezdett igencsak leszakadni, és már Bágyi Emesével harcolt az 5. pozícióért. Az utolsó sorozatra már Linda futott be elsőként, és 6 lövést elsütve meg is őrizte helyét. 5 másodperccel követte őt Dia, aki már kifutott, amikor Dóra és Csenge neki állt utolsó lövészetének. Fej-fej mellett haladtak sokáig, de az utolsó néhány lövésnél Dóra volt pontosabb, és szűk 3 másodperc előnnyel iramodhatott a hajrának. A végére aztán viszonylag nagyobb különbségek alakultak ki. Linda utcahosszal 11 másodperccel nyert, így kicsit visszavághatott a fordított végeredményt hozó 5-tusa OB-nak, és Dia is jó 10-zel futott be a harmadikként célba érő Dóra előtt. Csenge teljesen elkészült az erejével, 17 másodpercet kapott végül Dórától, de a negyedik helyet megmentette, éppen befutva Emese és Ivola előtt. Csapatban tarolt a Kási, az első és a harmadik hely is övék lett, az ezüstéren pedig a Volánfehérvárosok nyakába került. A fiúk versenyében a frissen országos bajnok Gyurka Hugó nyitott a legjobban, közel 2 másodperccel becsapva Domján Bendegúz és mintegy 2,5-el Péter Ádám előtt. Utóbbi várhatta leginkább a lézerrend, mert most vívás és OCR nélkül, a korosztály legjobb kombisaként, minden esélye megvolt a bizonyításra. Ha pedig szóba jött az erős lézerrános potenciál, Hornok Levente sem szedett össze a medencében nagy lemaradást. Hamar ki is alakult a várható dobogós hármas, a második lövészetről már csak lélegzetvételnyi előnnyel jött ki Hugo Ádám előtt, a harmadik helyen pedig egészen magányosan találta magát Levente. A harmadik sorozatról kifelé már Ádám vezetett, de Hugo nagyon megíramodott utána, és az utolsó lövésekhez ismét együtt álltak be. Az Ádámra való zárkózás viszont sokat kívánt Hugótól, akinek a lövészetnél bosszulta meg magát a dolog, és mindössze egyet talált, amikor Ádám már az utolsót is leszette. Persze meg kellett próbálnia, de az érkező Leventével második helye is veszélybe került. Végül azonban a balus fiú keze is megremegett kicsit, és 3-4 plusz próbálkozással tudta csak befejezni a sorozatát. A célba tehát Ádám ért elsőként, 14 másodpercet dobva Hugóra, aki levél előtt további 9-el zárt. A negyedik helyet nagy csata alakult ki 2 volános, Bognár Levente és Mészáros Márton között, mögöttük negyed perccel pedig harmadik csapattársuk, Kis Tibor zárta az első 6-ot. Domján Bendegúz 7. helye még elég volt ahhoz, hogy a csapatversenyt ismét a Kási nyerje, de ezúttal 2 fehérvári csapatát mellék a dobogóra. Egy korosztálya feljebb már igencsak foghíjas mezőny állt össze, de ahogy korábban is mondtuk, a korcsoport nem kevéssé sikeres világbajnoksága éppen ekkor zajlott Törökországban. Az 5-fős mezőnyt Fodor Zita vezette az úszás után, 7 másodpercet dobva a második Mesnóber Mirára. Őt viszont a harmadik Nyerges Réka, a negyedik Varga Orsolya, de még az 5. Valtiar Laura is minimális különbséggel, csupán 1, 5 és 6 másodpercekkel követte. Így lényegében bárki megnyerhette a versenyt. A lézerrennek aztán nem csak ők 5-en, de a korosztály összes fiúja, a juniorok, a felnőttek és a masterszek is egyszerre vágtak neki, mind befértek ugyanis egyetlen futamba. Zita indulhatott hát elsőként, és bár előnye folyamatosan zsugorodott, féltávhoz érve még mindig vezette a versenyt. A kombi elején inkább a 2 KS is, Mira és Orsi közeledett rá, de végül a honvédos Réka találta meg a legjobb ritmust. A lézerrenn második felében nem tudták megközelíteni, és végül 12 másodperces előnyt kiépítve győzött. Másodiknak Laura, harmadiknak Orsi ért fel, a negyedik és 5. helyet pedig Zita és Mira osztotta el egymás között.
A fiúknál azért összejött egy dupla ekkora mezőny, de elsősorban azért, mert 6 U17-es ráz is egy korcsoporttal feljebb indult. Kisszőlősi Álmos U17-es válogatottként bizakodva nézhetett előre, és a medencében nem is hagyott nyitott kérdést, 4,5 másodperces előnnyel nyerte meg a nyitószámot. Másodikként Nyemcsok Tamás, harmadikként Domján Bence úszott be. Álmos győzelméhez egy pillanatig nem fért kétség, előnyét a lézerem minden méterén csak növelte. Végül több mint 1/2 perc előny birtokában futott be a célba. A második helyet azonban szép csata alakult ki Basa Botond és Tori András között. A 6. és 7. helyekről kapaszkodtak, és a végére András még Botondot is le tudta szakítani, megszerezve az ezüstöt. Boti 3. helye egyáltalán nem volt veszélyben, őt a 4. Bence 48 másodperces lemaradásban követte. 5. Sütő Ádám, 6. Horváth Roland zárt. A fiúknál a csapatverseny is összejött, az 1., 3. és 4. helyen beérő 3 K-s is srác pedig természetesen meg is nyerte azt. 2. a Volánfehérvár, 3. a Lőrinc 2000 együttese lett. A további 3 korcsoport versenyét egy kicsi zanzásítva hoztuk el. Ennek oka, hogy a juniorok között 2, a felnőtteknél 7, a Masters korosztály esetében pedig 3 indulóról beszélhetünk. A juniorok úszását a kétszeres Európa-bajnok Erdős Rita nyerte, a felnőtt nőknél Eszes Noémi, a férfiaknál Vicián Bence tempózott a leggyorsabban. A Masters hölgyek esetében pedig korábbi világbajnokunk Füri Csilla tett oda egy 1.13-as 100 métert, amiért alig hanem tanítványai többségének is komolyan meg kellene izzadnia. A junior hölgyek lézárán versenyét is Rita nyerte a swimminges Haraszin Gréta előtt, így persze összetettben is ez lett az eredmény. A felnőtteknél nem adta olcsón a bőrét Noémi, de végül nem volt ellenszere Tóth Dorkára. Mögöttük közel 600 méter lemaradásban, de annál nagyobbat hajrázva lett 3. Marsa Réka, László Bea előtt. A férfiaknál Vicián Bence kombizott egy szépet, és a győzelmet is megszerezte, mögötte Gál Andris ért be, aki még lábadozása elején járva a jövő héten kezdődő junior világbajnokságra igyekezett felkészülni, 3. pedig a pályatévesztését gyorsan korrigáló Szentprónai Dominik futott célba. Végül, de nem utolsó sorban pedig a Masters hölgyek küzdelmét Gerhard Krisztina nyerte meg, aki remek futásával tudta otthagyni az úszásban és lövészetben is vitézkedő Csillát. A dobogó 3. fokára Prekop Viktória állhatott föl. Ezzel pedig elérkeztünk a verseny záró összefoglalójának végéhez is, köszönjük a türelmet. Rengeteg országos bajnokot, dobogóst és helyezettet avathattunk július végén, és már alig várjuk, hogy a többség az októberi elitbajnokságon is újra összecsapjon. Ahogy pedig már említettük, hamarosan itt a junior világbajnokság, melyet ismét lehet majd követni a UIPM TV-n, de mi is hozunk majd összefoglalókat. Szurkoljatok velünk, hajrá magyarok!